Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a zsidókhoz ért levél 12. részének első és második verséből szól hozzánk Isten igéje. Ezért tehát mi is, kiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és kitartással fussuk meg az előttünk levő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ma erre a kérdésre keressük a választ, hogyan fussunk a hit verseny pályáján, hogyan küzdjünk a hit küzdőterén. Igénk így válaszol, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Miért nézzünk fel Jézusra? Először is azért, mert ha ő nem visz bennünket, a magunk erejéből, magunk erejével nem vagyunk képesek a futásra, a hit verseny pályáján. Ha ő nem hordoz bennünket, akkor erőnk magában mit sem ér. És másodszor azért fontos, hogy nézzünk Jézusra, mert ő a cél. A hívő ember számára az a cél, hogy legyünk engedelmesek neki, hogy éljünk tetszésére, hogy egyszer majd elérkezzünk hozzá, és meglássuk őt színről színre. Ezért nézzünk fel rá hittel. Néhány alkalommal Isten kegyelméből részt vehettem csoportos külföldi utazáson. Az idegen vezetőt kellett követnünk, és ő rá néznünk, mert ő ismerte az útat. De zsúfolt nagyvárosok turista tömegében nem láthattuk őt. Olyankor felemelt egy magyar zászlót, és azt mondta, a tekintetünket ne vegyük le róla. És mi néztük is, nehogy lemaradjunk, nehogy eltévedjünk, mert ha elveszítjük a csoportot, akkor végünk. Ő ment elől, mert tudta, hogy merre, hová akar vezetni bennünket, mi megnéztük a zászlót, és követtük őt. Ennyit kell nekünk is tennünk a hit verseny pályáján, föl kell néznünk hittel Jézus Krisztusra, mert ő nem csak a célnál vár majd ránk, hanem velünk van, velünk jár a hit verseny pályáján is. Nem azt mondja, hogy te csak menj és küzdj ezen a pályán, majd csak célba érsz, hanem azt mondja, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azért lehet Jézusra nézni, mert ő ezt a pályát ismeri. Bejárta egészen a betlehemi jászolbölcsőtől a Golgota keresztjéig. Ezért nézzünk fel hittel Jézusra. Az énekíró is erre biztat, erőnk magában mit sem ér. Mi csak hamar elesnénk, de küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. Amen.